Most egy nagyon különleges rész előtt vagyunk, és szeretném nektek elárulni, hogy mi nagyon-nagyon keveset veszekszünk, de tényleg nagyon-nagyon keveset, én ezt kívánom mindenkinek. Viszont most volt egy kis nézeteltérés közöttünk, hogy a következő elismerést kimondja föl, kinek mélyebb a hangja. Aztán úgy döntöttünk, hogy a Józsinak mélyebb a hangja, de azért én is szeretnék valamit elmondani, hogy itt már többen utaltak rá, de a hálózatépítésnek van egy nagyon-nagyon különleges, és szerintem talán az egyik legértékesebb része, hogy találkozol számodra vadidegen emberekkel, akár online, akár offline, akár hozzácsatlakozik, akár az alsó vonalatba, akár keresztvonalba, testvérvonalba, és elkezdődik egy ilyen közös munka, egy ilyen együtt lüktetés, és egyszer csak észreveszed, hogy ez már nem munka, hanem barátság. Főleg, ha még össze tudod kötni egy-két olyan utazással, ahol együtt tudtok lenni. És azt tudom mondani, hogy itt nagyon-nagyon sokatokkal tényleg komoly, mély barátságunk van már. És a következő házas párról is nekem, ha rájuk gondolok, nem az jut eszembe, hogy milyen szinten vannak, vagy hogy mennyit dolgoznak, mennyire ügyesek, mennyire talpra esettek, hanem nekem mindig az jut eszembe róluk, hogy mennyire jó barátok. Ez így van. És nekem volt egy tervem, hogy az előző alkalommal talán láttam egy ruhadarabot itt a színpadon. Egy szép sárga zakót. És gondoltam, hogy el kéne kérnem azt, és bőven megérdemelni, ami most következik azt, hogy én abba álljak ide, akármilyen módon el van szabva. Szépen beszélek? De aztán igen, aztán Vali megoldott a dolgot, és szereztünk némi sárgaságot így magunkra. Mivel hogy ő nekik a sárga a színük, a sárga most már nem annyira, de korábban sokkal inkább az volt a színük. És mi láttuk ezt a színesedést, nem csak a sárgát, hanem a pirosot, a zöldet és a mindenféle színt. És én őszinte leszek, azt gondolom, hogy a barátság az nem arról szól, hogy egyébként biztos, hogy mindenbe egyet kell érteni. És ez sok-sok dolog volt, amit bizony nem értettünk egyet, így együtt meg is beszéltük, hogy hát ezt mi nem biztos, hogy el tudjuk így fogadni. Sőt, voltak olyan dolgok is, amikben így frontálisan nem értettünk egyet dolgokat, de ez nem befolyásolja se a barátságot, se az üzletmenetet. Ezeket át lehet lépni. És lehet látni a másiknak az értékeit. És akkor, amikor egy valamikori főállású autóbusz vezető azt látja, hogy egy kamionos barátja elkezd menni a siker útján, azon az úton, amire én azt gondoltam, hogy nem fogjuk tudni rálögdösni. Akár mit is elkövethetünk, egyedül sem, meg párosan se. És mégiscsak egyszer elkezdtek száguldani ezen a strádán, és mindenkit megelőztek. És tudod, mi a jó? Hogy megmaradt a barátság. Nem csak négyünk közt, hanem hatunk közt, és sokunk közt, és az egész társaságban. Szóval, hogy igazából nem nagyon tudom, hogy ezen kívül mit is tudnék mondani, és ezer dolgot tudnék mondani. Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a videót. Nézzünk meg egy videót, és aztán utána történnek a dolgok. Ez most a főtörténetek, amit eléneklek neked. Beléptél odébb szembe, fantáziát láttál benne. A kávédat lecseréltek, a sztoridat elmesélted, másoknak is megmutattad, szíved, lelked beadtad. Másnak fél és sokat tettél, sok jó embert belítettél, a tudásod továbbadtad, aktív csapat nőtt alattad. Ez egy győztes-győztes játszma, mert mindenki hasznát látja, egy célodat már érted, a sok munka lám megérte.
Szóljon hát most neked a dal. Megérdemelted a riadalt, sok szemmal örömpörő csillog, fényesen ragyog a búcsillag. Szóljon hát most neked a dal. Megérdemelted a riadalt, sok szemmal örömpörő csillog, fényesen ragyog a búcsillag. Bojtos Láb Csilla és Bojtos Zoltán vadonatúj, koronás kémán, hálózó kritikai a díszennek. Tiszta szívemből gratulálok, gyertek rá szintén. Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, sok szemmal örömpörő csillog, fényesen nagyon a búcsillag. Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, sok szemmal örömpörő csillog, fényesen nagyon a búcsillag. Koronások, gyertek előre, nekem nektek már tudni kéne. Zoli, gyertek előre. És kérlek, hogy maradjatok is itt mindannyian. Szeretném megkérni a szponzorotokat, felső vonalatokat, Faragóné Keserű Juditot és Faragó Istvánt, hogy gyertek ide ki. És átadom Juditnak a mikrofon. És egyúttal szeretnénk megkérni az összes felső vonalat, szponzorvonalat, hogy jöjjön ki, és akik a Zoli és a Csilla csapatába tartoznak, gyertek ki is a színpadra. Ugyanis ez egy nagyon különleges dolog, amikor valaki Crown Diamond lesz. De az, amikor a saját csapatunkban lesz valaki Crown Diamond, az eszméletlen, csodálatos érzés. És ami még jobb ebben, hogy nem csak ez az ünneplés, hanem az az egész út, amit együtt végigjártunk, az nagyon-nagyon sokat jelent. Úgyhogy szeretnénk egy puskis ajándékkal megajándékozni Zolit és Csillát, egy-egy különleges órával, amit az összes szponzorától és a gyémántjai többségétől kapott, úgyhogy ezt szeretnénk most átadni. Sok szeretet.
Szóval ez a szint nagyon-nagyon sok, ez a szint egy jelkép. Nagyon-nagyon sok megvalósult álmot jelképez, egy csomó kipipált tételt egy bakancslistán, és nagyon-nagyon sok munkát, nem csak a miénket, hanem más embereknek a munkáját is. És most jön a teljesség igénye nélkül. A teljesség igénye nélkül köszönjük először is azoknak, akik hozzánk csatlakoztak, meg a bizalmukkal megtiszteltek minket, és a fogyasztói hálózatunk tagjai. Nagyon köszönjük azoknak ezek közül, akik nem csak vásárlók, nem csak termékfogyasztók, hanem úgy tekintenek a DXR-re, mint üzlet, hiszen az ő minősülésükkel léptünk mi is magasabb szintre, és nagyon nagy öröm látni az ő álmaikat is, hogy egyre jobban valóra válnak. Szóval, ha lesz bennük elég kitartás, akkor ők is el fogják tudni érni ezt a szintet. Mi a baj? Nem a mikrofonba beszéltem. Jó volt. Te jössz? Nem, én jövök. Köszönjük Spekti Jovalinak és Józsinak. Nem. Bocsánat. Bocsánat, tényleg igaza van egyébként. Így van. Szóval köszönjük a szponzorunknak, Faragóné Kesire Juditnak, hiszen az ő inspirációja az rengeteget segített azon, hogy mi elinduljunk ezen az úton. És nagyon köszönjük a Spekt házaspárnak, Valinak és Józsinak. Akik már akkor meglátták bennünk azt, ami most talán mocorog, amikor mi még nem, és nagyon sok lehetőséget adtak arra, hogy szerepelhessünk, hogy részt vehessünk a közös munkával. És el akartuk mondani itt a többiek előtt is, hogy azok a rendezvények, amiken részt vettünk, amit ti szerveztetek. Szóval azok sokat jelentettek. És sokat. Mert az nagyon fontos, hogy lehetőséget adjunk az embereknek arra, hogy előhozzák magukból a legjobb önmagukat, és ezek erre nagyon jók voltak. Köszönjük a bizalmat! A keresztvonalakból nagyon sok embernek köszönjük, most csak a Cérna Szabit és a Tündit szeretném kiemelni, már a DXM Pro-ban végzett közös munka miatt is, de mi bárkitől szívesen tanulunk, és én be is vallom itt, hogy én nagyon sok embertől tanultam nagyon sok mindent, én figyelek mindenkit, a szemetek rajtatok tartom, csináljátok ti is azt. A szemeimet. Igen. Minden, más szemeit is ott van. És a következő Zoli mondja, mert én nem bírom. Ja, igen. Szóval neki van igaza többnyire, én meg tudom, hogy mit akar mondani, ez így van megosztva. Közöttünk mi meg köszönjük még a kócsóházas párnak azt, hogy egyáltalán van lehetőségünk a DXM-en belül itt, Európában dolgozni. És nem csak azt, hogy 16 évvel ezelőtt ezt idehoztátok, hanem amit azóta tettetek, az valami fantasztikus. És ezek az új fejlesztések meg a legnagyobb reményekre adnak okot, úgyhogy nagyon bizakodva várjuk. Ez egy kicsit szokatlan beszél lesz, interaktív lesz. Egy kicsit szeretnénk titeket is belevonni majd ebbe. Ugyanis arról lesz szó, hogy számoljunk együtt. Számolj velünk, 1-től 10-ig velünk és a DXN-nel. Számok fognak következni, és ha eszetekbe jut erről bármi, akár velünk kapcsolatban, akár a DXN-nel kapcsolatban, akkor azt nyugodtan be lehet kiabálni. Az egyes lesz a legkönnyebb. Az első szám az egyes. Ez az. De van más is, nem egy megfejtés van. Tehát mi még, ami egy? Ez az, nagyon jó. One word, one market. És még? Számunkra ugye csak egy cég létezik ez, és nem építünk mellette párhuzamosan 2-3 másik hálózatot. Az a one way ticket a... Nem. My way team a csapatunk, igen. Jó, legyen. Nyomjál egyet, igen. Jó. Tehát... Egyedül kezdtem el, mint ahogy mindannyian egyedül valaki belép saját személyében, akkor még Zoli nem épített hálózatot, erről később sikerült meggyőzni, hogy ez jó ötlet.
Ez a felső két kép, látod a Judit, nem tudom neked jobb a memóriát, hogy melyik rendezvényen készült, de valamelyik nagyon első rendezvényen, amin részt vettünk. És a táblákat azért tartjuk a kezünkben, mert akkor még egy ilyen elérendő álom volt, hogy gyémántok lehessünk, és neked is az akkor executive. Te még nem voltál executive szerintem, akkor még csak gyémánt voltál. Igen. És egy elhatározás, egyetlen egy döntés kell ahhoz, hogy valaki belépjen a DXM-be. Nagyon sok ilyen döntést kívánunk, hogy hozzátok belépjenek az emberek. Aztán van egy olyan, hogy én egy éve vagyok szabad DXM hálózatépítő. Szeptember végén adtam föl a munkámat, rúgtam ki a főnökömet. Ez is egy egyes. És az egyperces Ekit Erika mondta, hogy ezzel kezdődött minden. Aztán, amíg Csilla orrot fúj, addig jöjjön a kettes, hogy tudtak-e a kettessel kapcsolatban valamit. DXM. Az is jó, nagyon jó. Nem csak a DXM, hanem mondjuk velünk kapcsolatban is vannak. Ketten vagyunk. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Tehát mi ketten építjük az üzletet, és arra is szoktunk mindenkit biztatni, aki elkezdi, hogy ne maradjon egyedül. Ez azt jelenti, hogy valakivel szorosan dolgozzon együtt a szponzorán kívül, ami természetes, reméljük mindenkinél, hogy segíti a hozzálépőket. Egy testvér, egy házastárs, akár egy barátnő, vagy van a mi hálózatunkban is, hogy anya-lánya. De nagyon fontos, hogy legyen kivel megosztani a gondolataidat, megtanakodni a dolgokat, együtt ötletelni. Tehát ha van egy társ, aki melletted áll, akár csak a háttérből, hogy támogat, ez nagyon sokat jelent, hogy nem egyedül küzdesz. Igen? Aztán az is kettes, hogy mind a kettőnknek ez a második házassága, mind a kettőnknek van két gyereke, a közös gyerekünk csak a DXM. Az jó nagy gyerek, igen. Az is kettes, hogy mi két országban vagyunk otthon, hiszen magyarként Ausztriában élünk. Igen. És az is kettes, hogy két hónapja van meg a dupla minősülés az ITSI útra, és az a második olyan ITSI út, amire duplán minősülünk. Tehát ebben jó sok. És elmondod az ilyen szöveteket. Hármas. Ha várjuk a hármas. Mi a hármas? Mi a hármas a DXN-nél? Például? Például. Három testőr. Igen. Az is jó. Igen. Pontosan. Pontosan. Omega 3. Jaj, de jók vagytok. Nagyon klassz. Ez nekünk eszükbe se jutott ilyen. De tudtuk, hogy fogtok sokkal jobb ötleteket is hozni, mint amit mi találtunk. Életerő egészség, igen, a mai szlogen. Vagy életöröm. Hát a Rubit nem mondtátok, hogy három S-sel kell a második igazgatói szinthez, a Star Rubihoz. És emlékeztek arra, hogy három csomag egy kúra. Igen. És van egy személyes vonatkozása is, itt van a kezünkön. Ez a mi jegygyűrünk, ez egy kladdak gyűrű, ez egy kelta szimbólum, amiben három szimbólum van. A kezek szimbolizálják a barátságot, a szív a szerelmet vagy a szeretetet, a korona pedig a hűséget. És ha gondoljátok, ez az üzletben is megvan, hiszen hűnek kell lenni. Az a céghez, magadhoz, álmaidhoz. Barátokat találunk, és hát szeretjük, amit csinálunk. Tehát. Meg a termékeket. És a borízit. És hát az is három, hogy az idén harmadik szintet lépjük. Igen. Ja, még egy hármas van, igen. Az ASP programban három év előnyünk van, tehát akiket én most regisztrálok a napokban, ők már a 2027 novemberi minősüléshez szükségesek. Négyes. Lássuk a négyest. Milyen négyes van a DXM-ben? Na, egyszerű dolgokra gondoljatok. Léptesek? De csak várom. Na, nézitek, a felső 120 szemes a spirulina, az orisöri, meg a rozella. És mi ebből azt deriváltuk, hogy
Tehát napi 4 szemet kell szedni, és akkor egy hónapra betart. És azt tudja mindenki, ugye, vagy az újak nem biztos, hogy a 4 szem spirulina 1 kiló zöldségnek a hasznos anyagtartalmát tartalmazza. Évente 4 DXN szeminárium van, évszakonként egy. Ennyi szintet léptünk tavaly, és elárulom, hogy az idén is meg lesz a 4, mert kb. 300 pont hiányzik az Executive Crown Diamond-től. Jelenleg Európában 4 koronás gyémánt szintű üzletépítő van. Itt az egyik. Igen. Jó, 5. 5. Friss. Léptessek? Léptess. Mi lehet a ASP-nek a köze az 5-höz? 5 hónap alatt 5 embert kell beléptetni 100 ponttal legalább. Crown Diamond jelvénynek 5 ága van. Igen. És nekem van még egy 5-ösöm, én minden másnap 5-6 kilométert szoktam futni körülbelül 2 hónapja. Na de a 6-os már biztos, hogy mindenki vágja. 6S-sá kell, ugye 6 star agent kell ahhoz, hogy a gyémánt szintet valaki elérje. Igen. A weboldalunk 66.hu, valóban. És 6-nak, így van. Nagyon jó, számítottam rátok, hogy kreatívak vagytok. Léptessél. Hát igen? Nekünk a gyémánt szinthez 2 év és 8 hónapra volt szükség. És utána jött csak a neheze, mert a következő szint viszont innentől számítva 6 év kellett. Hogy executive, mik legyünk? Star Diamond. Star Diamond. Igen. És nekünk, ha valaki így a számisztikával egy kicsit foglalkozik, a 6-os a kabala számunk is, mert én 24-én születtem, ő 15-én, az is összeadva a 6-os. És nagyon sok ilyen személyes évforduló, meg dátumidőpont valahogy 6-os. Úgyhogy, mint a kockán a 6-os, ez nekünk egy szerencseszám. És 6 év kellett ahhoz, hogy először minősüljünk egy ITS-szal jutazásra. Dubajba, ami nagyon jó volt, és nagyon jó lesz az idén is. 7-es. Jó, 7-es. Van-e tipp a 7-re? Az nagyon jó, az egy nagyon jó nap. Szeretjük a 7-est. Szeretjük a 7-est. Nekünk 7 országot sikerült bejárni a DXN-nel. Egy picit átveszem a szót. Vettem. Mert hogy így beszéltük meg. Igen. Amikor emlegettem nektek, hogy a Specht Józsiéknak jártunk a képzéseire, mikor még a tojáshéj a fenekünkön volt, és ők is próbálták sokféle dologgal motiválni az embereket, akkor mondtuk, hogy hát nekünk ez a pénz dolog annyira nem a legnagyobb motiváció, hogy fú, de sokat kereshetünk vele, de az utazás, az igen. Nagyon szeretnénk eljutni nagyon sok helyre, és ez most már mindig is biztattak akkor is, amikor éppen egy kicsit meg voltunk ragadva pár évig egy szinten, de most már ez működik. És azt mondtátok, hogy ha egyszer valaki eléri az utazásbónuszt, utána mindig utazik. Úgyhogy már ezek közé, a szerencsések közé tartozunk. Képzeljétek el, egy kamionsofőrt mennyire lehet motiválni utazásra. Minden esetre azért így a DXN-nel eljutottunk már több mint 7 országba. Soroljam fel? Hát nem tudom, akarod? Szlovákia, Anglia... Voltunk Thessaloniki-be előadni, akkor Görögország. Görögország, Törökország. Törökország. Németországban is tartottunk, sőt, még oda dr. Lim is eljött. Az nem a mi hívásunkra jött azért. Hát, de azzal a biztatással, hogy az ottani nagyon lelkes török csapat kedvéért eljött, aztán az a török csapat úgy elolvadt utána. Na, és itt van alul a mi álomtablónk, amelyeket azóta már frissíteni kellett egy kicsit, hiszen a... Itt még CD van rajta. A Crown Diamond jelvény az már megvan. Itt az országok nagy része már megvan, most meg lesz a Maldív-szigetek is, ott a jobb felső sarkában, a zsiráf alatt. Szóval ez lassan már kipipálódik. Kell szerkesztenünk egy újat.
Nyolcas. Te kezdted? Hát nem tudtam, hogy nem hallunk tőlük semmit, akkor léptessünk. Ugye a nyolcas elfektetve a végtelennek a jele. Ez is, igen. És a nőnap is, tehát mi együtt ünnepeljük ezt a március 8-at. Igen. Képzeljétek el, hogy amikor készültünk erre, és szedegettük össze a számokat, én nem erre emlékeztem, de Juditot megkérdezve a szponzorunkat, én voltam a 8. belépője. És ebből a 8 belépőből 3 gyémánt lett az első 8 belépőből. Hogy mi ennek az üzenete? Amikor kezditek az üzletet, és még óriási a lelkesedés bennetek, akkor az csoda egy mágnes, az bevonza az embereket, és olyanokat, akik később ezt lelkesen tovább viszik. Akik meg már nem kezdők, azok meg lelkesítsék fel magukat, vagy hagyják magukat fellelkesíteni a szponzoruktól, vagy szemináriumokon. Ez a kép nem tudjuk, melyik szemináriumon készült, de biztos, hogy nagyon az elején valamelyik. És lehet, hogy ez csak a SPEC csapat, nem? Nem? Nem, mert nem, nincsenek rajta, hiányoljuk a Cérna házaspárt. Na jó. Ti hogy tippeltek, hogy ez melyik rendezvény volt? Itt volt, igen, ebben a teremben. Pavlosz ott volt. Egyszer emlékszem, amikor még Rubi volt, és akkor előadást tartott. Mindenesetre ott állunk a hátsó sorba, nem túl magabiztosan. Körberajzolva. Körberajzolva, igen. Oké. Mi jut eszetek be a 9-esről? Micsoda? Ó. Oh. Pontosan. Akkor át is lépek, mert nekünk is ez volt az eszünkbe, és van egy olyan gyémántunk, a Kővári Laci, akinek 9 hónap meg egy kicsi kellett ahhoz, hogy gyémánt legyen a nulláról. És azóta is nagy erőkkel halad tovább, és reméljük, hogy ha már születés, hogy nektek is születnek olyan elhatározások akár ma, hogy ilyen tempóban haladjatok, mint Laci. És a 10-es. Hát most a... Ja, még előbb. Az is, igen. Várjuk a Totóban is benne volt a 10-es. Volt. Első kérdés, mi volt? 10 féle kávé van a magyar piacon most. Esetleg még? Ha nincs, akkor lapozzál. Hát mi 10 évvel ezelőtt értük el a gyémánt szintet 2014-ben. És a regisztrációtól számítva 10 év kellett az Executive Senior Star Diamond szinthez. Ennyi gyémánt kell egy koronás gyémánthoz, és még ennyi kell ahhoz, hogy az ember olyan szép kitűzője legyen, mint ott legyen. Az első sorban. A Crown Ambassadorhoz még 10 kell. Azért ez, szerintem ez az ábra, ezt Zoli rakta össze a jelvényekből az egyik honlapunkra. Azért mutatja azt az utat, hogy ez nem egy rövid út, mire az ember eljut a koronás követ szintig a végére. És van egy plusz együnk is, ugye? Igen. 10 után egyből a 13-ra ugrunk. Igen. Igen. És tényleg le van írva. Ez most nem. Igen. Ez is egy szerencse szám nekünk. És 13 éve vagyunk DXL hálózatépítők. És a 13. karrier szinten tartunk most. Úgyhogy... És ezt gondoltuk a végére, hogy számolj velünk és a DXN-nel továbbra is. És mivel a bakancslistáról már szó volt itt az elején, következzék majd egy dal és egy kis történet hozzá. Én a TikTokon találtam egyszer egy dalt, egy verset, aminek Andrássy Réka az írója, és az a dal, nem, vagyis a, mindig eltévesztem, az a versnek a címe, hogy Lehetetlen bakancslista. És nagyon tetszett ez a vers, és azt gondoltam, hogy de jó lenne ezt megzenésíteni ezzel a Suno vagy Suno.com alkalmazással, és képzeljétek el, hogy elsőre olyan dalt csinált belőle, amit
nem tudott überelni, tehát több verziót is megpróbáltunk, egyik se lett annyira jó, de ez úgy, ahogy van, vágás nélkül, ez kész. És Zoli csinált hozzá egy videót. Csináltam hozzá egy videót, aztán megkerestem a költőnőt, és megmutattam neki, hogy esetleg megengednie, hogy legalábbis így zárt körben egy ilyen rendezvényen lejátsszuk, és annyit írt vissza, hogy áldásom rá. Úgyhogy most következzék ez a dal, remélem tetszeni fog nektek is. Hát ez meg a... ez kimaradt, erről nem beszéltünk. Ennyit frissítettünk az álomtablón, hogy már a koronás ambasszádor, vagy koronambasszádor kitűző van ott. Megkészül ki. Szeretnék indián lenni egy évre. Szeretnék házakat festeni kékre. Szeretnék éjszaka úszni a tóban. Szeretnék hinni az örökké szóban. Világos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a hajam. Szeretném jobban szeretni magam. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni. És amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon, nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni. Szeretnék minden kérdésre felelni. Listát, amiben olyan álmok vannak, amiket teljesíteni lehet.